az előző mérkőzésen a Veszprémet fogadtuk otthon. Nagyon jó meccsen sikerült megnyernünk a találkozót és otthon tartani a 3 pontot. Ez azt jelentette, hogy van esélyünk döntőt játszanunk, viszont ehhez a mai meccsen nyernünk kell, vagy minimum 1 pontot kell szerezni, de ezt a minimum 1 pontot ezt nem szeretném célul kitűzni, hiszen ha döntetlenre fogunk játszani a mérkőzés folyamán, akkor azt gondolom, hogy érhet minket meglepetés. Szeretnénk szépen zárni ezt az évet. Tudjuk jól, hogy a Berettyó miért küzd, tudjuk jól, hogy a döntőért mennek. Ennek ellenére hazai pályán azt szeretném látni a csapatomtól, hogy nagyon koncentráltan, nagyon tudatosan, ahogy készültünk rájuk, úgy futszalozzanak és a szívüket, lelküket vigyék ki a pályára. Talán nekünk az előnyünk az Újpesttel szemben, hogy nekünk még vannak céljaink, hiszen 1 pont megszerzésével bajnoki döntőt tudunk játszani, és nekik pedig már nem maradt plusz motivációjuk, és ezt emeltem ki a legjobban, hogy ebbe kell kapaszkodnunk, és ezt kell mindenképp megragadnunk, hiszen óriási lehetőség előtt állunk. Egész meccsen koncentráltak voltunk, próbáltunk letámadni, próbáltuk nyomás alatt tartani az ellenfelünket. Az alapszakaszban egyszer már legyőzte az Újpest a sötét mezes Berettyóújfalut, egy újabb fővárosi sikerrel pedig nehéz helyzetbe került volna a Mezei Vill, ám Trencsényi János csapata nem engedte ki a kezéből a kezdeményezést. Rafinha majd Mateusz jóvoltából a 11. percben már 2-0-ra vezettek ugyanis a vendégek. Tudtuk, hogy ők motiváltak lesznek és harapni fognak, arra készültünk, hogy mi is. Sajnos az elején sokáig mérkőzésben voltunk, aztán adakoztunk és 2 gólt oda ajándékoztunk nekik nagy egyéni hiba után. Azt nagyon-nagyon sajnáltam, ott megindultunk a lejtőn, és nem tudtam megállítani. Fél időben 2-0-ra vezettek. Ugye akkor fél időben azt beszéltük, azt kérte tőlünk az edzőnk, hogy találjunk egy gólt, lőjünk egy gólt, és akkor visszajövünk a meccsbe, mert ugye futcában egy gólos előny az nem előny. Sajnos ez sem sikerült, és 3-0 lett az állás, és onnan pedig már úgy gondolom, hogy hitünk is megcsappant. És sajnos még gólokat kaptunk, ahelyett, hogy gólokat lőttünk volna, és nyilván rúgott gól nélkül futcában sem lehet nyerni. A válogatott Horváth Norbert hiányát is elviselte a Berettyóújfalu, amelyben remekelt a csapat téli szerzeménye Mateusz. A légiós végül mesternégyessel zárta az összecsapást. Úgy gondolom, hogy a koncentráció döntött. Mi tudtuk, hogy mit kell játszanunk, az edzőnk tudtuk, hogy mit kért tőlünk, tudtuk mi a tét, és ennek fejében játszottunk. Szerencsére jól jött ki a lépés, és el tudtuk vinni a 3 pontot, és így tudunk döntőzni. Az látszott, hogy a motivációjuk az nekik sokkal jobb volt. Nyilván mi is úgy jöttünk, hogy meg akarjuk nyerni a meccset, meg a szezon utolsó meccse, ezt győzelmezhetünk már zárni a szezon, de ez más, mint amikor ők úgy jöttek ki, hogy nekik ez muszáj megnyerni, hogy döntőbe kerüljenek. Mi nem 1 pontért jöttünk ide, hanem 3-ért letámadtunk, mentünk. A mentalitás része nagyon rendben volt nálunk, és ez volt, hogy sikerült mindent berúgnunk, nagyon jól védekeztünk a centerrel szembe, és ezért sikerült nyernünk. 5-0-ás győzelmükkel a keletiek kiharcolták a fináléba kerülést. A haladás Berettyóújfalu bajnoki döntő összes mérkőzését élőben közvetíti az M4 Sport. Az Újpest 5. helyen zárta a felsőházat. Amilyen szép, felfelé ívelő teljesítmény nyújtottunk az alapszakaszba, úgy rontottuk el most a végét. Ennek az okait meg kell SOS találnunk, mert ez nagyon nem nézett ki jól. Berettyóújfalunak gratulálok, a mai mérkőzésen sajnos megérdemelten nyertek és vitték el a 3 pontot. Szomorú vagyok, hogy mi csak ennyit tudtunk kivinni a pályára. Bár a szezon vége az nem úgy alakult, ahogy elterveztük, de összességében nézve elégedettek lehetünk a bajnoksággal, 5. helyet szereztük meg, először voltunk a rájátszás tagjai, tulajdonképpen a 2. évünk volt az NB1-ben, próbálunk a következő szezonra még egy lapáttal rátenni, hogy oda tudjunk érni a dobogóhoz.